Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit nehéz volt szerintem a téma, vagyis mikor arról kértek, hogy beszéljek, hogy mi az, ami számomra jelent a bölcsesség az útkereszteződésben, akkor hát gondolkodnom kellett. Az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy igazából számomra az útkereszteződés az azt jelenti, hogy döntések. És igazából minden reggel, minden nap úgy kerülünk fel, hogy döntéseket kell hoznunk. Még azt is el kell döntenünk, hogy 10 perccel többet alszunk, vagy pedig időben kelünk fel, mit veszünk fel. És sok esetben azt is el kell döntenünk, hogy mi az, amiről gondolkodunk. És vannak az életben könnyű és kevésbé könnyű, vagy néha nagyon nehéz döntések. És nincs is gond akkor, hogyha ha könnyű döntésünk van, mikor a jó és a rossz között kell választanunk, döntenünk. Mert ugye egyértelmű, hogyha a jó és rossz között kell választani, akkor mindenki a jót válaszza. De sok esetben a jó és a jó között kell választani, és ilyenkor nem tudjuk, hogy hogyan döntsünk. Én már elég fiatalon sikerült hoznom egy fontos döntést az életemben. Ez pedig az volt, hogy a jó életemet, mert nem panaszkodhatom, hogy rossz életem volt, még jobbá. Úgy döntöttem, hogy még jobbá teszem. És ezt úgy történt, hogy Istenre bíztam az életem vezetését. És talán kérdik sokan, hogy hogyan lehet Istenre bízni. Hát úgy, hogy bevontam az életembe, és kialakult vele egy személyes kapcsolatom. Mert igazából Isten az, aki teremtett, és ő tudja legjobban, hogy mire van szükségem, mi a legjobb számomra. Aztán ennek a mai estének a másik része a bölcsességről szól. Az én megfogalmazásomban a bölcsesség az igazából egy okos meglátás valamiről, de az okos az talán kevés lenne, mert több ez annál, mint okosság, mert nem elég, ha az ember iskolázott, attól még nem jelenti, hogy bölcs. Ez valami olyasmi, ami meglátja azt, ami nem észrevehető. És igazából az életemben sokszor olyan döntések előtt álltam, amikor egyszerűen nem tudtam, hogy mi az a számomra a legjobb. És ekkor volt például pályaválasztás előtt, hogy kértem Isten vezetését, hogy na, Istenem, szerinted mégis akkor milyen irányba menjek? Mi az, ami szerinted a legjobb? És Isten úgy alakította a körülményeket, hogy például az egyik egyetemről kiestem, és bejutottam a másikra. És az életem több területén is felsorolhatnám, hogy Isten hogyan vezetett, de minden egyes alkalommal bebizonyosodott számomra, hogy az, ahogyan Isten vezetett, az volt a legjobb, és a legjobb helyen voltam azáltal, hogy figyeltem rá. És sok esetben nehéz, meghozunk egy döntést, és nehézségek jönnek, de mindig ott van az a bizalom, hogyha Isten velünk van, akkor a dolgok a javunkat szolgálják. És igazából Isten nélkül lehetünk okosak, de bölcsek csak vele lehetünk. Amen. Hú, hát ezek után már nem tudom, mit mondhatnék. Olyan jól kifejtette Henny a gondolatokat. Én is az úton errefele, meg még előtte is gondolkoztam, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, mi a bölcsesség. És mi a különbség a tudás, meg a bölcsesség között. És valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy a bölcsesség az a tudásunk alkalmazása a megfelelő időben és a megfelelő helyen, vagy a megfelelő módon. Tehát végül is a bölcsesség az a tudás a gyakorlatban, mikor gyakorlatba ültetjük azt, amit már tudunk, de olyan módon, amikor éppen szükség van erre. És nekem is eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy történet, egy eset az életemből. Én is úgy látom, hogy a bölcsességre a leginkább a nagy döntések előtt van szükség, vagy nagy döntések esetén. Olyankor az ember ugye megpróbálja összeszedni a bölcsességét. És 12. osztály végén voltam, és előttem állt egy fontos döntés, hogy melyik egyetemre menjek tovább. És két lehetőség körvonalazódott. De úgy láttam, hogy az egyik egyetem az könnyebb lesz, hogyha oda megyek,
A másik egyetem pedig nehezebb lesz. Ott többet kell tanulni, ott sokkal többet kell befektetni. És beszélgettem az egyik tanárral, és azt mondta nekem, hogy mondott egy nagyon bölcs megjegyzést, vagy egy nagyon bölcs mondatot. Azt mondta, hogy van egy olyan mondás, hogy fizess most, és játsz később, vagy játsz most, és fizess később. Vagyis választhatod most a nehezebbet, megfizeted a tanulás árát, és később játszás lesz az élet, olyan könnyen fog menni a munka, vagy eljátszod most az egyetemi éveket, a könnyebbet választod, és aztán majd fizetheted ennek az árát az egész hátralévő életedben. És úgy gondolom, hogy ez egy bölcs mondás volt a részéről, és a megfelelő időben hangzott el, nekem nagyon sokat jelentett, és így azt az egyetemet választottam, amelyiket akkor nehezebbnek láttam. Persze ezt én is, ezt a döntést Istenbe bíztam, és megkérdeztem imában is, hogy mi az ő véleménye, és adott a szívembe egy ilyen meggyőződést, egy belső békességet, hogy igen, arra az egyetemre kell menjek. És elmondhatom, hogy az a 3 év, amit azon az egyetemen eltöltöttem, az nagyon meghatározó volt az életem számára, nagyon jó felkészülést kaptam, és ennek is köszönhetően az egyetem után egy jó munkahelyet találtam, ahol most is vagyok, és nagyon szeretem a munkámat, és hát mondhatom azt, hogy élvezetes a munka. És én is úgy látom, hogy a bölcsességben több van, mint az emberi tudás. Van benne valami fentről való is, Istentől való. És a Bibliában azt olvastam, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ezt úgy értettem meg, hogy azt jelenti, hogy ott kezdődik el a bölcsesség, amikor Istent elkezdjük tisztelni, és őt elkezdjük jobban megismerni. Illetve még olvastam egy másik igeverset, amelyik azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérjen Istentől, és Isten megadja neki. Úgyhogy elég gyakran szoktam imádkozni bölcsességért, hogy Istenem, kérlek, adj bölcsességet ebben vagy ebben a döntésben, és Isten meghallgatja az ilyen imát, úgyhogy bátorítalak titeket is, hogy próbáljátok ki ezt az imát. Köszönöm. Én is köszöntelek benneteket. Amikor megkértek erre a szolgálatra, el a rövid bizonyságtevés, és elkezdtem gondolkozni, hogy számomra mit jelent a bölcsesség út kereszteződésben, és direkt kerültem az általánosan jól ismert elképzeléseket, felfogásokat, vagy gondolatokat a bölcsességgel, vagy éppen az út kereszteződés szimbólumával kapcsolatosan. És arra jöttem rá, hogy számomra azt jelenti, hogy út kereszteződésbe értem, hogy az én bölcsességem, illetve felkészülésem próbára van téve. Úgymond egy vizsgálatot állok, amikor útkereszteződés előtt állok. Vagyis meg tudom-e hozni a helyes döntést, a jó döntést abban az útkereszteződésben. Akik jól tudnak improvizálni, az egy nagyon jó adottság, főleg beszédben, lehet ez mindjárt fog érződni nálam is, de az improvizáció a bölcsességnek egy nagy ellensége egyes esetekben, mert az ember lehet, hogy arra hagyatkozik, hogy hát amikor eljön az idő, akkor majd improvizálok, legyen szó bármilyen útkereszteződésről. És így nem támogatom ezt a felfogást, hogy hát akkor hagyjuk az egészet már az improvizációra, mert amikor útkereszteződésbe kerülünk, és talán idő helyzetben vagyunk, vagyis szorít az idő, hamar kell döntést hozni, vagy esetleg túl nagy a tétje annak, hogy most milyen döntést hozok, nyomás nehezedik rám, pánikolok, és pánikban soha nem tudunk jó döntést hozni. Katonákat például nem háború idején készítenek fel harcra, és nem akkor tanítják meg a harcolás és a túlélésnek a technikáját, hanem békesség idejében. Úgyhogy számomra a bölcsesség útkereszteződésben azt jelenti, hogy készüljek fel. Akkor, amikor van időm erre, amikor van lehetőségem erre, akkor készüljek fel. És higgyétek el, hogy sosincs jobb idő a tanulásra, a felkészülésre, a bölcsesség megszerzésére, mint a jelen. Nem azért, mert fiatalok vagyunk, vagytok, hanem azért, mert nem tudjuk, milyen lehetőséget engedünk el, vagy szalasztunk el, ami talán jövőre, vagyis a jövőben nem fog még egyszer előjönni.
Ezért ragadjuk meg minden a lehetőséget arra, hogy ha úgy látunk, hogy van egy lehetőség arra, hogy tanuljunk valamit, hogy bölcsebbek legyünk, hogy okosabbak legyünk, akkor azt használjuk ki. Mert ahogy a bevezetőben is hallottuk még a dicsőítés előtt, jönnek az útkereszteződések. Nem tudjuk mikor, hol, milyen formában, de jönnek, és készen kell legyünk erre. És még egy gondolat, ezt így tovább menve gondolkoztam, na jó, de mit jelent a bölcsesség? Vagyis milyen bölcsességre tegyek szert? És rájöttem arra, hogy mind a szeretet, mind a békesség, mind a reménység, és a béke és a bölcsesség is ebbe beletartozik. Úgy veszem észre, hogy a 20. századi reklámoknak köszönhetően szinte ilyen szalagfutón vannak ezek gyártva, és azokat úgy le kellene vegyük a polcról, és gyakorlatba fektessük. De az igazság az, hogy sem a szeretet, sem a békesség, sem a reménység, sem a bölcsesség, ami így szalagfutón van gyártva egyformán, nem jók, nem hasznosak. Péter az előbb idézte azt az igeverset, hogy az a bölcsesség kezdete az Isten félelme. És én is ezt akartam idézni. Számomra is életemben nagyon fontos ez az igevers, és én úgy értelmezem, hogy Isten ismerete nélkül nem beszélhetek bölcsességről. Bármit ismerek, bármit tudok, bármilyen tudománynak vagyok én birtokában, ami higgyétek el, nem sok egyáltalán, de bármi is az, ami az én birtokomban van ezen a területen, vagy döntéshozatal, az csak is annak köszönhető, hogy előbb megismertem Istent, ami szinte nem az én érdemem, hanem Istené, és ővé legyen a dicsőség. De nem beszélhetünk abszolút, egyáltalán semmifajta hasznos bölcsességről, ami igazán segít az útkereszteződésben, ha nem beszélünk elsősorban, és nincs meg elsősorban Isten ismerete. Köszönöm. Amen.